A Biatorbágy-Tata vasútvonal európai szintű korszerűsítésének tervezése ütemesen halad, a projekt a következő uniós ciklusban a legelsőként megvalósuló beruházások közé tartozik, mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára Tatabányán. Dr. Völner Pál hozzátette, az ország egyik fő közlekedési tengelyének számító vonalon 160-140 kilométeres sebességű forgalmat lehetővé tevő pályát alakítanak ki, a lehető legkevesebbre csökkentik a szintbeli kereszteződések számát, és nem csak a vasútvonalat korszerűsítik, hanem felújítják az állomásépületeket, parkolókat és kerékpártárolókat is építenek. A vasútállomás egy nehéz örökséget jelent a számunkra. Tatabányi emberek mindig azt kérdik, hogy mikor lehet ezt megújítani, és ezért belevágtunk. Azt a kérdést kellett tisztáznunk első lépésként, hogy mit tegyünk, a Konzum vasútállomást újítsuk föl, tegyük át a Vértesz Centerbe ezt a vasútállomást, vagy építsünk egy teljesen újat. Elkezdtük az egyeztetést a MÁV-val, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel, és arra jutottunk, hogy ezt nem egy önálló, hanem egy nagy projekt részeként kell megvalósítani, mert önállóan nagyon nehéz lenne forrást találni rá. Ezért beleillesztettük a Biatorbágy-Tata vasútvonal teljes rekonstrukciójába, ami egy hatalmas nagy beruházás nagyon sok ponttal, és ennek a részeként egy teljesen új vasútállomás épülhet Tatabányán, amely egy új vasútállomás épület Dózsakert és Újváros között, közvetlenül a peronok fölött, teljesen akadálymentesítve, lifttel és mozgó lépcsőkkel megközelítve a peronokat. De emellett a városban zajvédő falak is épülnek, megújul, illetve áthelyezésre kerül az Alsógallai vasútállomás, illetve megépül a Sárbereg-Bánhíd a vasúti összeköttetésnek az a szakasza, ami a legfontosabb a város közlekedése szempontjából. Vasúti utasforgalmi szolgáltatásnak a színvonal az mélyen alatta van. Nem csak az európai elvárt utasforgalmi feltételeknek, hanem a magyarországi átlagnak is. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő években az előzetesen egyeztetett programok alapján, az elkészített fejlesztési tervek, kivitelezési, most már engedélyes kivitelezési tervek alapján 2016-18 között át kell építeni a Tatabányai vasúti pályaudvart, meg kell teremteni az elővárosi közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrát, parkolókat, kerékpártárolókat, biztosítani kell az autóbuszpályaudvarral történő közvetlen kapcsolatot, Újváros és Dózsakert közötti gyalogos kapcsolatot biztosítani kell, Bánhida és Sárbereg, tehát Újváros között az új külön szintű közúti aluljáró megépítését, mind a három jármódra, közúti közlekedésre, kerékpárra, illetve gyalogos közlekedésre, és érinti a fejlesztés az Alsógallai vasúti megállóhely áthelyezését is, annak érdekében, hogy az közvetlen tudjon kapcsolódni a kormányhivatalhoz, illetve az ott kialakított buszállomáshoz is, buszfordulóhoz is.